Az NB2 hetedik fordulójában a Moson-Magyaróvár együttesét fogadta a hazai mérkőzéseit Albert Isár rendező Ceglédi VS-e. A találkozót Takács János vezette, segítői Varga Zsolt és Márkus Tamás voltak. Az osztály két újonca igazán kitett magáért, a nagy meleg, a ritka hőség ellenére színvonalas, remek mérkőzést láthattak a szurkolók. A Vasutas az első félidőben akár el is dönthette volna maga javára a három bajnoki pont sorsát, de az igazi izgalmakat a második játékrész eseményei hozták. De nézzük sorjában. A lendületes támadásokkal kezdő hazaiak már a negyedik percben lövéshez jutottak, de Peres kissé kiszorított helyzetből mellé fölé lőtt. Egy perc múlva viszont már a hálóból kellett kivenni a labdát a vendégek kapusának, Talcinak. Ekkor Csordás Szabolcs bombázott a jobb felső sarokba. Nem sokkal később a 11. percben már a második gólját is megszerezhette volna a Ceglid, de a szemre is tetszetős támadás végén Talci hatalmas bravúrral menteni tudott. Veszélyes volt az ellentámadás is, így a másik oldalon Horváth is bizonyíthatta jó formáját. A 29. perc ritkán látható eseményt hozott a vendéglátók csatára, Peres a 16-os vonal környékéről célozta meg a kaput. A labda a hosszú felső saroknál a kapufán csattant. Fantasztikus megmozdulás volt, gólt érdemelt volna. Fordulás után a csapatok a korábbinál is nagyobb elánnal vetették magukat küzdelembe. Ekkor már a vendégek is többet tettek a gólszerzés érdekében, így változatos és izgalmas perceket hozott a második játékrész. Sokáig emlékezetes lesz az a 10 perc, az 52. és a 62. közötti, amikor 4 gól is esett, és egyik szebb volt, mint a másik. Ebben az időszakban a vendégek kétszer is egyenlíteni tudtak, de a harmadik ceglédi találatra már nem érkezett válasz. Az 52. percben a hazai védők csak röviden tudtak felszabadítani, a labda Bartos elé került, aki nem csak megcélozta, hanem el is találta a bal alsó sarkot. 1-1. Az 55. percben az egyébként is kitűnő teljesítményt nyújtó Albert Ádám kapott asztalostól egy jó labdát, amit maga elé tett, majd a bal felső sarokba lőtt. 2-1. Az 58. percben viszont újra egyenlő lett az állás, amikor a felfutó, cselező hátvéd Galambos lőtt hatalmas gólt a hosszú sarokba. 2-2. A találkozó végeredményét Peres állította be. Az előkészítő most is hatalmas mezőnymunkát végző asztalos volt. Már a hosszabbításban a 94. percben Zsirai fejelhetett zavartalanul az ötössől, de nem találta el a kaput, így maradt a 3-2, melyel harmadik győzelmét szerezte meg a ceglédi VS-e. Nagyon készültem a mai meccsre, ugye a Vác ellen és az Ete ellen nem szerepeltem a sérülésem miatt. Örülök, hogy visszakerültem a csapatba, és nagyon motivált voltam, és nagyon készültem, és megmondom őszintén, éreztem is, hogy esetleg gól is mellett a játékban, de nyilván a legfontosabb az, hogy nyertünk, és hogy stabilak voltunk. Kár a két befogott gólért, de a legfontosabb, hogy nyertünk. A gólról annyit, hogy azt hiszem jobb oldalt volt a támadás, beadás, lecsorgott, és jól eltaláltam. Igen, az első fél idő abszolút, szerintem nagyon jól játszottunk, beszéltük a szünetben, hogy ne nyugodjunk meg. Igazából nem megnyugodtunk, kicsit buták voltunk, mert vezettünk kétszer is, és kétszer lekontráztak minket. Ezzel javítani kell, de azon kívül igazából végig előrefele játszottunk. Végig úgy gondolom, kiszolgáltuk a közönséget, mindenki elégedett, tehát a legfontosabb, hogy nyertünk. Hát ott a végén belevetődtem egy lövésbe, és hát csak annyi, hogy végkarcot esik csontomat, de igazából a nagyobb probléma az volt, hogy megöcsölt mind a két lábam, de Ati úgy látta, hogy már ott percekig ugye próbáltunk kiszedni a görcsöt a lábamból, Ati úgy látta, hogy nem vár többet, mert ugye meleg volt a meccs, és így lecserélt, de igazából hál' Istennek semmi komoly, és remélem, hogy csütörtökre jó leszek. Úgy kezdtünk, hogy hazai pályán kell, és ahogy meg is beszéltük, egy egész pályás letámadásra próbáltunk nyomás alatt tartani az ellenfelet. Az első fél időben 30 percig nagyon jól működött, 30 percen belül szerintem lerendezhetünk volna a mérkőzést. Ott 4 nagyon komoly helyzetünk volt, amiből egyet értékesítettünk csak. Ez majdnem megbosszulta magát, mert a második fél időben picit belealudtunk a mérkőzés elejébe, pedig tudtuk, hogy az ellenfél a mérkőzés elejét, illetve a második fél elejét is meg fogja nyomni. Erre készültünk is, de
de sajnos beleadottunk a másik fél elején, ott volt egy adok-kapok, ők is gólt rúgtak, mi is gólt rúgtunk, de az a csapat, aki háromszor képes vezetni egy mérkőzésen, ilyen extrém melegben az megérdemli a dicsőséget, és ez a dicsőség ez egyértelmű most a játékosoké. Igazából előmaradtam, aztán egy labdavesztés után láttam, hogy Osztinál van a labda, és beindultam, nem gondoltam volna, hogy ekkora területen van. Tóltam egyet, csináltam egy lőt, előttem, és végül is bement, izgultam, mert azért kipókáltam a sarkot, de végül is bement, úgyhogy ez a lényeg. Érdekes, igen, mert őt ismét a taktikánk, tehát hogy Mosol Magyarovában azt mondja, hogy benedesz védekezésre, és igazából nem támadtak ki, tehát hogy nyugodtan passzolgathatunk hátul. Nagyon kevés volt elő a mozgás, lehetett volna több is, és már az első félidőben sokkal több lehetett volna. Ez az, amire érdemes futballozni, ez az, amit én át akartam élni mindenféleképpen pályafutásom során. Azt, hogy most így Szegléden sikerült. A meccsésre utaztunk pénteken, szaharai hőségbe kezdtük a mérkőzést. Megmondom őszintén, a meccsésen mindig nagyon komoly mérkőzéseket vívtunk. Így visszagondolva most így a meccs után az egészen így nekem egy kicsit csalódás volt az ő szereplésük a mi ellenünk jövő mérkőzésen, mert sajnos nem tudtak ellenállást tanúsítani nekünk, annak ellenére, hogy mi is tartalékosan, illetve létszámhiányosan utaztunk. Egy nagyon sima mérkőzésen magabiztos győzelmet arattak a fiúk, akik előtt megemelem a kalapom, még egyszer mondom, hogy 35 fok volt körülbelül, és megalkuvás nem ismerve. Az elejét a végéig, az utolsó fél órát emberhátányban, egy sajnálatos sérülés miatt emberhátányban játszottuk. Ennek ellenére még ott még 5 gólt tudtunk szerezni, tehát dicséretet érdemelnek a srácok. Egy utánpótlástól nem vettünk részt az útvényes csapattal, Portot sikerült megnyerni, utána házigazdákkal játszottunk egy nagyon szoros meccset az a döntőbe jutásért, amit ismét, ahol ismét győzelmeskedett a csapatunk, majd a döntőben a jó erőből felálló Ferencvárossal mérkőztünk, ahol mondhatom azt, hogy a kicsi elfáradt, szűkert rendelkező csapatom alul maradt, de egyáltalán nem lehet panasz a teljesítményükre, mindent megtettek, és a második helyen végeztek ezen a nagyon nívós és címvonalas utánpótlás tornán.